Nem is a Mobilis lenne, ha a tudományos központ ne csatlakozott volna a kutatók éjszakája sorozathoz. Látványos és lehengerlő programokkal készültek a létesítményben, mely már a nyitáskor zsúfolásig megtelt élettel. Sokan szerettek volna kalandozni az űrben, az idei tematika ugyanis éppen az űrutazás és kutatás, valamint a csillagászat volt. Az országos kampányhoz minden évben örömmel csatlakozik a természettudományok, valamint a digitális technológiák világát prezentáló létesítmény. A koncepciónk az minden évben az, hogy valamilyen nagyon érdekes, izgalmas tudományterületet mutassunk be közérthető élményszerű módon a látogatóknak. Az idei évben az űrkutatás, az űrtechnológia, illetve minden, ami az űrhoz kapcsolódik, tudományterület, és ami tényleg ilyen izgalmas, közérthető, ami foglalkoztatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. És tényleg ez az űrkutatás, az űrhajózás téma az, ami kicsiket, nagyokat egyaránt érdekel. Illetve még az is nagyon fontos, hogy számos olyan természettudományos kérdés vagy izgalmas terület kapcsolódik hozzá, amit össze lehet kötni nagyon sokféle foglalkozással. A kutatók éjszakájára kísérleti bemutatókkal, szakmai előadásokkal, LEGO programozással is készültek a szakemberek a családoknak, így a kalandorok a többi között megtudhatták, mit és hogyan esznek az űrhajósok, milyenek a rakéta meghajtások, de a szabaduló szobában is teljesíthettek a tudorok. Molnár Milán szíve lelke a Mobilis csapatának, oktatóként rengeteg érdekes programot prezentál a vendégeknek. Biztos elfogult vagyok. Én nekem, amióta ismeretterjesztéssel foglalkozom, mindig az év csúcspontja a kutatók éjszakája, szóval szerintem nagyon-nagyon fontos. Nyilván, hogyha kicsit az ember racionálisabban nézi, akkor elsősorban természetesen az általános ismeretterjesztés, ami egy kulcskérdés, de magát a kutatók éjszakáját tudomásom szerint alapvetően a természettudományos műszaki egyetemi pályaorientáció miatt találták ki annak idején, mai napig is ez nyilván a célja. Tehát elsősorban az a cél, hogy közelebb hozzuk az egyetemi kutatásokat a nagy közönséghez, nyilván elsősorban a fiatalokhoz, hogy esetleg a karrier lehetőséget lássanak a kutatói pályában. A hélium sűrűsége pici, ezért az egész rendszert a levegő elbírja és szépen fölemeli. Erre készülünk ott, rutinos kezekkel mérjük pontosan, hogy mekkora húzó ereje legyen, ha Lajos már nem fogná, akkor ez már emelkedne, ez szépen látszik. Milán a pénteki találkozón az egyik legizgalmasabb eseményre invitálta a Mobilisbe érkezőket. A tetőteraszon egy hatalmas meteorológiai ballont engedtek a magasba, de mielőtt felszállt volna 20 kilométeres távolságba, a stratoszférába a héliummal telített léggömb, egy kis csomagba az üzeneteiket is elhelyezhették a látogatók. A ballon helyzetét kivetítőn tudták követni a felfedezők, és mint kiderült, várhatóan Kassán landol a lufi, de az is lehet, hogy még száll a magasban és viszi a győriek üzenetét, a Mobilis jó hírét.